Nyomulás, összeomló vörös hadsereg és a tanácsköztársaság utolsó hetei. A tanácsköztársaság egy utolsó kétségbe esett, hadművelbe kezd a Tisza folyó mentén, hogy átkeljen a Tiszán és a románokat visszaszorítsa a Tiszán túl területéről, ez azonban kudarcba fog fulladni. Proletár diktatúra után román terror, a megszállás hétköznapjai és az ellenállók sorsa. Amikor bevonultak egy városba és elfoglalták azt, bevezették a saját katonai diktatúrájukat. Összesen legalább 28 ezer embert fogtak össze, internáló táborokat létesítettek. Nemzeti érdekek, antikommunizmus, bosszú hadjárat, milyen célok mozgatták a román haderőt? Ezt az egész háború kérdését úgy interpretálták, hogy tulajdonképpen egy bolsevizmus jelenlegi keresztes hadjáratról is szó van az esetükben, összekapcsolták a román nemzeti érdekeket az Antonnak a magasabb érdekeivel. 100 éve történt. Mi történt a tiszántúli városokkal, mondjuk Debrecennel, Békés Csabával, Gyulával, Szarvassal? Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet. Ezekben a városokban a tanácsköztársaság uralma csak néhány hétre terjedt ki. A románok mind Erdélyben, mind pedig a Páciumban, ez megfigyelhető, hogyha ellenállásra találkoztak, amire ezért volt helyi példa, akkor megtorolták ezt a lakosságon. Tehát azt kell látnunk, hogy a legfontosabb, legsúlyosabb atrocitások ott történt, ahol valami fajta ellenállás volt, vagy pedig olyan dolog történt, hogy például visszafoglalták helyi felkelők, vagy vörös csapatok az adott települést, és akkor, ha őket újra kiverték, már pedig az esetek majdnem 100%-ában ez megtörtént, akkor a helyi lakosság körében megtorlásokat hajtottak végre azzal jelszóval, hogy támogatták a fegyveres ellenséget, és ezt akkor úgy értelmezték, hogy a statária és katonai bíróság hatás körébe tartoznak az esetek. Ugye a legsúlyosabb incidensek Hódmezővásárhelyhez, Körös Tárkányhoz és Csatárkert községhez kötődnek. A legsúlyosabb eset az Körös Tárkány községben volt, közel 100 áldozatról kell itt beszélni. Az történt, hogy egy helyi ellenállási góc visszafoglalja a községet, és tulajdonképpen a románok belegépuskáznak a lakosságba, is válogatás nélkül mészároltak, tulajdonképpen nemre korra való tekintet nélkül, tehát nem csak a katonaképes, katonakorú férfiakról van itt szó. A román csapatok ezt valójában tényleg egy visszavágásnak szánták a 16-os események után, hogy akkor nem sikerült, akkor hatalmas nagy szégyenbe kerültek, és akkor most majd megmutatják, most majd akkor visszavágnak. Perczel Olivier Budapest főváros levéltárának főlevéltárosa. Elképzelhető ez a motiváció is, egyáltalán a hódítás. Tehát a román politika célja kezdettől fogva Erdély és a Párciumnak a megszerzése. Ez teljesen nyilvánvaló volt, amire engedélyt is kaptak az Antantól. Hogy éltek ott az emberek a román megszállás alatt? Hogy képzeljük el a mindennapokat? Amikor bevonultak egy városba és elfoglalták azt, bevezették a saját igazából katonai diktatúrájukat. Rendeletekkel kormányoztak, másnap, vagy már aznap, de másnap biztosan elkezdték összefogdosni a kommunistákat. Aki nem menekült el a volt direktóriumi tagok közül, azokat elfogták. Összesen legalább 28 ezer embert fogtak össze, internáló táborokat létesítettek, 12-ről tudok a mostani kutatásaim szerint a területen, meg a később a Dunatisza közén is, Budapest mellett Csepelen volt. Sokat internáltak is, Brassóban, Bukarestben vitték ki őket, és hónapokkal később, van, aki évekkel később, komoly megpróbáltatásuk után került haza. Bevezettek kijárási tilalmat, rendelteiket, falragasztókon, a hirdetményeken, meg a sajtó útján, ami egyetlen egy újságot jelentett. Többnyire egy-egy település, Budapesten is csak egy budapesti közlöny maradhatott. Azokon keresztül tudósították a lakosságot a rendelkezéseikről. Utazást korlátozták. Aki utazni szeretett volna, ahhoz engedélyt kellett kérni. Amit az 1916-os román betöréskor Erdély lakossága megtapasztalt, azt 1919-ben a tiszántúliak is átélték. Szervezett fosztogatás történik. Tehát nem arról van csak szó, hogy egyes katonák szerezni szeretnének, mint olyan ezüstöt, vagy ágyneműt, vagy valami fajta használati tárgyakat, hanem egy szervezett dologról van szó. Tehát ez célja gyakorlatilag,
hogy kizsákolják ezeket a területeket. Például a Brassóból önmagában több mint 100 vasúti szerelvényi zsákmányt vittek ki meg 1916-ban, és hasonló nagyságrendű zsákmányolású történet ma 18-19-ben is. Tehát ez egy szervezett akció volt. Ugye 18-19-ben már az volt a hivatkozási alap, hogy mivel a központi hatalmak kifosztották szintén Romániát, illetve gazdaságilag kihasználták, ezért gyakorlatilag egy kárpótlásról beszélhetünk. Ez egyfajta revans volt? Gyakorlatilag erről van szó. Ugye ez az a probléma, hogy 1916-ban ezek a jelenségek akkor jelentkeztek, amikor még a románok voltak az először támadó félem, is volt még központi hatalmakhoz tartozó katona a regát területén, akkor még nem lehetett erre hivatkozni, de 18-19-ben már ez volt a hivatkozási alap, majd ez Budapesten is például 19 augusztusától kezdve, hogy tulajdonképpen a kárpótlásról van szó a háborúban elszenvedett veszteségek miatt. Tehát azt kell megállapítanunk, hogy a mai napig a román historiográfia ezt a képet táplálja ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, azonban azt kell megemlítenünk, hogy a központi hatalmak kétségtelen módon gazdasági irányítás alá vonták a regátót, azonban olyan szervezett fosztogatásokra, amit a románok hajtanak végre a civil lakosság ellen, ezekre nem került sor, ezekre adatot nem lehet találni. Gazdaságilag, tehát a gabonakészletek, olajkészletek rekvirálására azonban valóban sor került, ezt el kell ismerni, de a rablások mélysége és főleg a civil lakossággal szemben elkövetett rekvirálások mértéke az összesen vetető a két esetben. Volt olyan település, ahol fegyveresen is ellenálltak a román csapatokat, nem engedték be a településre, vagy hogyha beengedték, akkor utána a későbbiekben próbálták őket kiszorítani, mondjuk úgy, hogy visszafoglalni a várost. Voltak szorványos harcok néhány helyen, például Kaba községben, de Hajdúszoboszlónál is volt egy lövöldözés. Igazából ezek nem komoly harci cselekmények. Kisebb lövöldözésekre kell gondolni, vagy arra, hogy a vörös hadsereg páncélvonata visszajön, és lead egy gépuska sorozatot a román katonaságra, aztán megint elrobog. De a lakosság, a civil lakosság viszont sajnos ennek a kárát látja. Mert jön a megtorlás? Így van. Jó néhány helyen az elfogott vörös katonákat végzik ki, és van, ahol pedig a civil lakosságon állnak bosszút. Tehát olyan is volt, hogy polgári áldozata volt a megtorlásnak, gyerekek, idősebbek is, asszonyok is. Anka László történész, Veritas Történetkutató Intézet. Hogyne, például Hajdúszoboszlón a polgármester, a magyar polgármester azt mondja, hogy ha Hajdúszoboszló Romániához is fog tartozni, akkor is magyar város marad, mire előveszik őt a román megszálló erők, és nyilvánosan megkorbácsolják. És ez zajlik szerte az országban. Említsünk egy Borsodabói-Zemplén megyei település, például Rakamaszt, ugye tiszta járatkelőhely Tokaj környékén. A románok 19-ben háromszor sarcolják meg a várost. Miskolc 19-ben először csehszlovák megszállás alá kerül, a vörös hadsereg kiveri a csehszlovák csapatokat, román megszállás következik 19 augusztusában, és ugye a románok mindenhol elégtételt akarnak venni a 16-os vereségét, és ugye 16-17-18-ban a központi hatalmak is alaposan kifosztják Romániát gazdasági értelemben. A románok úgy gondolják, akkor leszereljük a gyárakat. Például a Miskolcnak vasgyárat akarják leszerelni, elszállítani alkatrészenként saját országukba, ott majd újraépítik. Mennek is a tárgyalások, hogy akkor ezt hogyan lehet megoldani, tehát a román megszálló parancsnok és a gyár vezetői között. Miközben egy Rosszmann Ferenc nevű gyári munkás egy éjszaka a kocsmába összeverekszik román katonákkal, és kettőt megöl közülük. Rosszmann Ferenc elmenekül. A megtorlás a román megszállók részéről Miskolcon az, hogy 167 miskolci lakost túszként foglyul ejtenek, mindegyiket megbotozzák, néhánynak úgy mevelik puskatussal a fejét, hogy betörik a koponyája, és megfenyegetik a városvezetést, hogyha a Rosszmann Ferenc nem kerül kézre, akkor majd ezeket kivégzik. A Rosszmann Ferenc kézre kerül, úgyhogy Rosszmann Ferencet kivégzik, ezeket a túszokat pedig előmondott állapotban alaposan megverve szabadon engedi. Közben még a vasgyárat is ágyúzzák egy éjszaka, hogy értsenek a magyar megszállt város lakosai vezetői a fenyegetésből, és még hadisarcot is kivetnek a városra a román megszálló parancsnokság 200.000 koronát azzal, hogy a két román megölt katonának a családjainak szeretné a román megszálló parancsnok adni ezt a 200.000 koronát. Én ebben nem hiszek, hogy a két katonának a családja ezt megkapta, szerintem itt a román katonatiszt saját zsebre dolgozott. Más az, amikor a katonák úgy fosztogatnak, hogy saját részre, önkényes alapon, és más az, amikor parancsba adják nekik, hogy ezt így kell csinálni. Mind a kettőre van példa, tehát az önkényes rablásokra is, a magyar alföldet, a vidéket, a tanyavilágot különösen sok fosztogatás érte, ezek ilyen 3-4-5 fős
katonabandák, akik járják a vidéket és fosztogatnak, de arra viszont, hogy leszerelik a gyárakat, egyáltalán rekvirálják az állatokat, az már viszont egy felsőbb utasításra enged következtetni. Na és a rekvirálások szinte hetente, két hetente történtek, több hullámban, ami egy folyamatos vegzárást jelentett. Tehát a lakosság azzal szembesül, hogy kirabolják őket, elviszik a üzemekből a berendezést, de a vidéki lakosságnak a állatait először a takarmányokkal kezdték, szállították el a állatokat, ugye szarvasmarhákat, lovakat. Állatállománynak a országa felét elvesztette a megszállás következtében. Ugyanígy a gépeket vitték, a leszeretik a malmokat, vasakat elvitték. A legtöbb vidéki helyen iskolákba szállásolták el őket. Az iskolákat pedig úgy hagyták maguk után, hogy teljesen tönkretették őket. A szekrényeket, az asztalokat, a padokat feltüzelték, amit csak lehetett. Elvittek magukkal kilincseket, ablakokat. De más esetet is lehet említeni. Ott van például a Makó környéki Apátfalva, ahol egy napra a megszálló román csapatokkal szemben a lakosság fellázadt és elkergette a helyőrséget. Ám a román katonaság másnap erősítéssel tért vissza, 42 embert végeztek ki megtorlásképpen. Hódmezővásárhelyet is megszállják ugye a románok 19 áprilisában. Berényi László, talán a katona volt, dezertő volt, aki ott a Hódmezővásárhelyet anyavilába bújtosott. Ő jelentkezik a román parancsnokságon, tehát a román katonai egyenruhában jelenik meg Hódmezővásárhelyen, és eléri azt, hogy a románok őt kinevezzék helyi rendőrfőnöknek. Tehát ez egy kollaborás, aki a románok érdekében ott eljár a városba. Ő a rendőrfőnök, egy bizonyos Nagy Géza nevű helyi lakos fényképész is csatlakozik hozzá. Túszedéseket hajtanak végre, fosztogatást, sarcolást, és végül 56 hódmezővásárhelyi lakost egy román géppuskás osztaggal a Berényi László július 25-én környékén lemészároltat. Tehát a túszokat, akiket azért tart fog, hogy aztán a családtagok kiváltsák pénzért, végülis nem engedő kiváltsák, hanem kivégzi őket. Ez aztán még a helyi román megszálló parancsnokságnak is sok volt, előveszik ezt a Berényi László, kihallgatják, kivallatják, éjszaka megverik a román tisztek a börtönbe, 70 botütésre ítélik, tehát nyilvánosan Hódmezővásárhelyen delesre húzzák. A 70 botütés már önmagában is halálos ítélet. A Nagy Géza társa 25 botütés kap. Aztán a még éppen, hogy csak élő Berényi Lászlót a román kivégző osztag eljállítják és agyon lövik. Tehát egy magyar kollaboráns működik közre a román megszálló csapatok érdekében. A román csapatok által megszállt területek lakosai, akik úgy gondolták, hogy megszabadultak a tanácskormány erőszakos rendeletei és azok brutális végrehajtása alól, hamarosan megtapasztalták, a román katonai közigazgatás egyáltalán nem a felszabadulást hozta el, hanem valami mást. Olyan büntetési nemek lépnek hatályba, amelyek Magyarországon már hatályon kívül voltak. Ilyen volt például a bot büntetés, tehát megbotozták az embert, hogyha valami kihágást követett el, illetve például ezt úgy is hajtották végre, hogy deresre mondták egyszerűen az embert, és ez már teljesen anakronizmusnak tűnt még Magyarországon is. Azt kell még megjegyeznünk, hogy a román katonai parancsnokságok végig azt hangsúlyozták, hogy alapvetően egy antibolsevista küldetést is végrehajtanak. Ügyesen összekapcsolták a román nemzeti érdekeket az Antonnak a magasabb érdekeivel is. Tulajdonképpen így jutunk majd el 1919 júliusához, amikor is a Tisza vonalán több-kevesebb harccselekményekkel, de egy konstans fronton alakul ki már május eleje óta, és beszéltünk már arról, hogy 19 májusának elején voltak éppen a katonai körülményeket tekintve meg lett volna lehetőség annak a román haderőnek, hogy egyszerűen bevonulni már akkor Budapestre, ezt akkor nem teszik meg, megállnak. És utána viszont már katonailag kevésbé van ennek meg az alapja, mert 19 májusában megerősödik a Magyar Vörös Hadsereg. A Vörös Hadsereg azonban, ahogy arról már korábbi adásainkban is beszéltünk, nem az erős román, hanem a jóval gyengébb csehszlovák csapatokkal ütközött meg, és foglalta vissza szinte az egész felvidéket. Majd az Antant kérésének eleget téve kivonták a csapatokat a visszaszerzett területekről, abban az ígéretben bíztak, hogy a román csapatok is elhagyják a Tiszán túli részt. Ebben a románok voltak éppen csak álcából mennek belent, tehát itt nem elsősorban Clemenceau-nak volt a döntő szerepe abban, hogy ezt nem hajtják végre gyakorlatilag a románok, hanem a románok itt elkezdtek önállóan cselekedni, és tudjuk azt, hogy a 16-os bukaresti egyezményhez képest is
is. Ők több területet szerettek volna elfoglalni, ezt deklarálták is, amikor hadot üzentek az osztrák-magyar monarchiának, még 3 évvel korábban, hogy ők a Románia Mare, tehát a Nagy-Románia megteremtésében a Tisza folyó vonaláig szeretnék elfoglalni a magyar területeket, és valószínűleg ezért sem hajtották végre ezt a kiürítést, amelyre pedig elvileg Clemenceau ígéretet tett, illetve represszionálta is a románokat. Július 17-én igazából akkor a Vörös Hadsereg támadott, tehát először a Vörös Hadsereg volt az, aki támadást indított a románok ellen? A Vörös Hadsereg az, amelyik vezérkara kidolgozza ezt a támadási tervet Julliár Ferenc alezredes vezetésével. Ő ugye a Vörös Hadsereg egyik meghatározó tagja, hadműveleti tervezésben fontos, ugye a Stromfeld Aurél egyik jobb keze volt. Ez a haditerv már első napokban csődött, mondta, ugye szokás mondani, hogy a haditerv mindig a ellenséggel való első találkozásig érvényes. Román túlerő van, román felkészültség van. A szakirodalom egy rész szerint ugye a haditervről is tudtak már a románok, tehát egy nagyon gyors román előretörés van, és a Vörös Hadsereg és a forradalmi kormányzó tanács érzi, hogy itt már nem tudnak ellenállni. Ez már az a tanács köztársaság összeomlásának napja, és nyilván ez fel is gyorsítja itt az eseményeket, tehát a rezsim, kommunista rezsim összeomlásához vezet. Nem sok esély volt arra, hogy a román hadsereget, hát hogyha nem is visszaszorítani, de a Vörös Hadsereg fel tudja tartóztatni, és a Tisza vonalánál meg tudja tartani. Mert akárhogy is nézzük, a Tisza vonala az nem csak az egyik oldalról, hanem a másik oldalról is valamilyen szinten védelmet nyújt. A románok túlereje azért nem túl sok esélyt adott erre. Irány Budapest körvonalazódott, hogy akkor a román csapatok nem fognak most már megállni a Tisza vonalánál, hanem akkor tovább mennek, és a fővárosig meg sem állnak. A tanácsköztársaságot számolják fel, ezt a proletár diktatúrát akkor ők most akkor letiporják, és akkor ezt megsemmisítik. Ez volt mondjuk így, hogy a románok jelszava? Igen, erre hivatkoztak, ez volt az ürügy, folyamatosan ezt mondták. 2 dolgot, tehát hogy a bolsevizmus betörése miatt foglalják el Magyarországot, a másik pedig a 16-os betörést torolják meg. A tiszai áttörés után, amint ők visszanyomták a Vörös Hadsereget is, átlépik a Tiszát, ezzel a tanácsköztársaság lemondott, katonailag összeomlott, és a román hadsereg pedig megindult Budapest felé. Augusztus 1-én lépik át a Tiszát, és 4-én Budapest határán vannak, és aznap estére már katonai parádét tartanak a fővárosban. 100 éve történt. Tormai Cecil, Bujdosókönyv. Részletek. Március 22. 6. rész. Károlyi lemondásának a körülményeiről is hiteles hírek érkeznek. Újságírók révén szivárgott ki, mi történt a tegnap esti minisztertanácson. A tanácskozást megelőzőleg Károlyi titkolózva hosszasan tárgyalt Kunfi Zsigmonddal. Kunfi azután egyenesen a gyűjtőfogházba ment. A szociáldemokrata párt nevében a börtönben megegyezett Kunbélával és a többi kommunistával. Az egyességet írásba foglalták. A régi országház tanácstermében pedig Pogány Schwarz kikiáltotta katonatanácsával Magyarország számára a proletár diktatúrát. Hamar ment. Pogány a kaszárnyákat, a fegyver és muníció raktárakat már úgyis átjátszotta a kommunisták kezére. A posta és távirda is hirtelen a hatalmukba került. Kunfi, Gelléri Oszkár újságíró és Kéri Pál Károlyi bizalmasa és tanácsadója vitte meg ezt a hírt a miniszterelnökségre. Kihívták Károlyit a tanácskozásról, és jelentették, hogy Kunbélát éltetve forradalmi nép özönlik az utcán. Fegyveres munkásság és katonaság követeli ordítva a diktatúrát. A város ez alatt mit sem sejtett, és egészen csendes volt. Károlyi megijedt. Kéri és Kunfi rábeszélésére kijelentette, hogy lemond. Aztán Kéri Krammer Pál megfogalmazta a lemondást, Károlyi pedig elvetemült cinizmusában aláírta. Kéri. Rohant a lemondással az újvárosházára, és diadalban felolvasta a munkástanács éjjeli ülésén. A tanács ezután mondta ki, hogy Magyarország tanácsköztársaság legyen. Közben Kunfi Zsigmond hirtelen egy másik írást tolt Károlyi elé. Utasítatta vele az államügyészséget, bocsássa haladéktalanul szabadon Kunbélát és fogva tartott társait.
Azután automobilon elmentértük, és Kun Béla, Vágó, Samueli és a többi kommunista, mint Magyarország teljhatalmú urai hagyták el a börtönt, hogy elfoglalják az alvóvárost. Száz éve történt. Új világrend születik. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette 2019-ben. Viszonthallásra!